Felrázta a kulturális turizmust, egy éve ért véget az Európa Kentet Pécsett. Átteleltek a kullancsok az enyhe tél miatt, már játszótereken is támad az élősködő rovar. Ivókútból juthatunk friss vízhez, újabb fejlesztés az állatkertben. Koszorúzás és kiállítás, augusztus 2-a a cigány holokauszt emléknapja. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Az Európai Kórus Szövetség Európa Kentát közép-kelet-európai regionális központja a pécsi Zsolnai kulturális negyedben kezdi meg működését, jelentették be a Baranyai megyeszékhelyen kedden. Ezen kívül a megyeszékhely megpályázza azt is, hogy 2017-ben az ifjúsági világkórus itt tartsa a felkészülését. Napra pontosan egy éve ért véget az Európa Kentet Pécsett. Hoppár Péter szerint az esemény elérte a célját, ugyanis felrázta a kulturális turizmust. Ezen kívül hosszabb távú hozadéka is van az Európa Kentetnek. Létrejött most egy év után az a nemzetközi iroda, amely 18 közép-kelet-európai országban a mindennapi kórus élet projektjeire vonatkozóan egy ilyen hálózatot, kapcsolatrendszert épít ki. Ez itt Pécsvárosában székel a Zsolnai örökségkezelőben, és azt szeretnénk, hogyha elérné ez a nagy nemzetközi iroda azt, hogy egy új pályázat keretében újra Pécs legyen a nemzetközi kórus életnek az egyik székhelye, fellegvára jövő évben. Ugyanis 2017-ben egy pályázat keretében el akarja nyerni a város, hogy az ifjúsági világkórus itt töltse a felkészülését. A sajtótájékoztatón elhangzott, Pécset még most is sok helyről dicsérik az Európa Kantát lebonyolítása miatt. Részt veszünk a 2018-as Európa Kantát, Tallinni Európa Kantát a szakmai előkészítő munkájában és a tapasztalatok átadásában, de próbálunk olyan projekteket szervezni, amelyek továbbra is a nemzetközi kórus élet térképén tartják Pécset. De az egyetem művészeti karával is szoros együttműködést épít ki a jövőben a Zsolnai örökségkezelő. További nagyszabású fejlesztések következhetnek még a már elkészült Tüskés-Réti szabadidőparknál. Csizi Péter országgyűlési képviselő szerint az egyik beruházás a már meglévő sportfunkciókat, a másik a turisztikai potenciált növelni. Az egyik beruházás során a szabadidős funkciókat szélesítenék, amelynek keretében bővítenék a játszóteret és a fitnessparkot, sportpályákat alakítanának ki, de növelnék a parkoló terület nagyságát, és kerékpárutat építenének gyermekek számára is. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódna szorosan egy haditechnikai élménypark kialakítása, amely elsősorban a terület turisztikai vonzerejét növelné. A két projekt összértéke megközelíti a 500 millió forintot. Az enyhe tél miatt idén a szokásosnál több a kullancs a zöld területeken, a rovarok jelentős része ugyanis át tudott telelni. A közhiedelemmel ellentétben a veszélyes rovarok nem a fákról potyognak áldozatukra, sokkal inkább az aljnövényzetből, vagyis bokrokból és a fűből másznak az emberre. Nagyon sok az élősködő a város zöldövezeteiben, például a játszótereken is. A kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kor és az agyvelőgyulladás. A Lyme-kor, tehát idejében észlelve, nagyszerűen az esetek többségében maradványtünetek nélkül, visszamaradása nélkül gyógyítható. A kullancs által terjesztett enkefalitis vagy agyvelőgyulladással kapcsolatosan ott tehát specifikus kezeléssel, tehát terápiával erre nem rendelkezünk sajnos, viszont van ellene védőoltás. Amit ugye mindenkinek javasolnék, hogy ezeket a védőoltásokat, ugye itt egy három részből álló, majd később emlékeztető oltásokat is tartalmazó oltási sémáról beszélünk. Mindenkinek javaslom, hogy ezeket az oltásokat vegye föl. Elkezdődött hétfőn a tankönyvek kiszállítása az iskolákba, a kiadványok a tervek szerint augusztus végéig megérkeznek az intézményekbe, mondta az oktatási államtitkár az MTI-nek. Palkovics László hozzátette, a rendeléseket diákmunkások közreműködésével külön raklapokra csomagolják, és a mintegy 15 ezer raklapot szállítják ki az intézményekbe. Kiemelte, amennyiben az iskoláknak további kéréseik vannak, azt második körben szeptember 15-éig adhatják le. A pótrendeléseket szeptember 21-éig viszik ki nekik.
A tavaszi asszály után ismét a belvíz okoz gondot a mezőgazdaságban. Az elmúlt hetekben lezúdult csapadék miatt több helyen kénytelenek voltak leállni az aratással a gazdák, a viharok pedig a kukorica és a napraforgó táblákban is kárt tettek. A kertészetekben az esőt követő meleg időjárás miatt kialakult párás levegő jelent problémát, mivel kedvez a gombás betegségek kialakulásának. Bár országosan átlagban mennyiségben és minőségben is jó termés került a magtárakba, a felhőszakadással érintett megyékben azonban több helyen a belvíz miatt nem tudták betakarítani a gabonát. Békésben például az őszi búzával vetett területek 2%-át nem tudták betakarítani a gazdálkodók. Ivókutat adtak át a pécsi állatkertben, kedd délután az állatkert látogatói és a zútábor résztvevői is első kézből csodálhatták meg az új zsolnai ivókutat. A felajánlás a Tettye Forrásháztól érkezett, ugyanis fontosnak tartják, hogy az állatkert látogatói friss vízhez jussanak a meleg nyári napokon. Az átadó ünnepségre pedig egy különleges vendég is érkezett. Újabb ivókút került átadásra Pécsett. Ez alkalommal az állatkert gazdagodott egy zsolnai ivókúttal. Egy komplex fejlesztési, illetve a látogatók számára komfortérzetet növelő intézkedés egyik része ez a kút. Ezért az állatkert egyik legfrekventáltabb pontján helyezték el, hogy minél megközelíthetőbb legyen. Természetesen a gyerekek nagyon fontosak, mert valóban nem csak vizuális élményt szereznek az állatkertben, nem csak ismereteket gyűjtenek a kiállított állatokról, hanem ők beleélik magukat ebbe a gyönyörű természeti környezetbe. Nyilván, hogy a futkározás, a nézgelődés közepette el is fáradnak és meg is szomjaznak. De természetesen a felnőttek is ugyanúgy használhatják, mint hogy a fiatal gyerekkorosztály. A Tettye Forrásház egy évek óta tartó program keretében telepít ivókutakat a pécsi iskolákba és közterületekre, most pedig az állatkert részére érkezett a felajánlás. A cél, hogy minél többen válasszák a csapvizet, amihez olcsón lehet hozzájutni, és még egészséges is. A Tettye oldalában pedig a legjobb minőségben áll mindenki rendelkezésére a tiszta víz. Az állatkert átadását követően szinte egyértelmű volt, hogy itt is szeretnénk egy ilyen ivókutat kiépíteni, hogy az állatkertet látogatók azok ne csak az állatkerti állatok életterekként ismerhessék meg a vizet, hanem ebből az ivókútból tudjanak friss ivóvizet kortyóval hűsítve kényelmesebben az állatkertben vendég vagy látogatóként jelen lenni. Az ivókút átadását az állatkert és a Tettye Forrásház igazgatója mellett Őri László alpolgármester nyitotta meg. Az ünnepélyes átadás kiemelt vendége azonban Luna Aláma volt, aki elsőként kortyolhatott a friss vízből. A zótábor résztvevői pedig rajzokkal és festményekkel készültek az ivókút leleplezésére, majd ők is megkóstolhatták a forrásvizet. Az állatkertet folyamatosan fejlesztik, hogy a látogatók az állatok és a látnivalók mellett kellemesen és kényelmesen kikapcsolódhassanak. Előzetes szóváltást követően kétszer ütötte arcon falubelijét egy alsó szentmártoni férfi augusztus 1-én délelőtt. Az esetet többen látták, pár perccel később a rendőrök elfogták a támadót, és előállították a siklósi rendőrkapitányságra kihallgatás céljából. A 27 éves férfival szemben a siklósi rendőrkapitányság garázdaságvédséggel követésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást. A zárt térben keletkező tüzekoltását gyakorolták a komlói beavatkozók a napokban. A gyakorlat célja az volt, hogy valós körülmények között tapasztalhassák meg a nemrég felszerelt tűzoltók, hogy miként kell az épületeken belül bekövetkezett tűzesetek során eljárniuk. A gyakorlat jól sikerült, a tűzoltók saját bőrükön tapasztalhatták azt, hogy milyen, amikor hőterhelés éri őket, illetve hogy hogyan kell a füstelterített helyiségekben tájékozódni. Egy érdekessége is volt még a gyakorlatnak, például megtapasztalhatták azt is, hogy a szúróláng jelenséggel, amikor a gáznemű forró anyagok a levegőben hirtelen oxigénhez jutnak, akkor milyen jelenséggel találkoznak ilyenkor a tűzoltók, és hogyan kell ellene védekezni. Ismét csökkennek az üzemanyagárak, szerdán 3 forinttal lesz olcsóbb a 95-ös benzin, a gázolaj ára kétszer ennyivel mérséklődik. Az üzemanyagárak változását követően az átlagos literenkénti benzin és gázolajár egyaránt 322 forint körül alakul a magyar kutakon. Legutóbb pénteken estek az árak, akkor 2 forinttal csökkent a benzin, 3 forinttal pedig a gázolajára. A cigány holokausztra emlékeznek világszerte augusztus 2-án. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján ez a nap lett a Roma holokauszt nemzetközi emléknapja.
Pécsen kiállítással és koszorúzással tisztelegtek az áldozatok előtt. Összesen körülbelül 1,5 millióra kell betűnünk a náci és különböző országbeli cinkosaik által meggyilkolt cigányok számára. Könyvéből olvasott fel egy részletet a költő Kovács József Hontalan. A Roma holokauszt emléknapját tartják augusztus 2-án. Pécsen a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület és a Kisebbségi Önkormányzat kiállítással emlékezik meg a borzalmakról a Rácz-Aladár közösségi házban. Fontosnak tartjuk, hogy a Roma Önkormányzattal közösen minden évben megszervezzük a Roma emlékezést, és ennek az emlékezésnek ma az egyik állomása volt, hogy a roma művészek által készített képzőművészeti anyagból egy kiállítást szerveztünk itt a Rácz-Aladár közösségi házban. A cigány holokausztról keveset tudunk. Nem készültek olyan listák, feljegyzések, amikből pontosan megmondható, hány áldozata volt ennek a népírtásnak Magyarországon. Pécsen 2 évvel ezelőtt konferenciát tartottak erről. Felkértük a történész levéltáros barátainkat, ismerőseinket, hogy kutassák ezt a területet, hiszen nagyon sok fekete foltja van még a történelmünknek, és főleg ennek a részének. Egy nagyon jól sikerült konferencia volt ez. Az előadásokból könyv is született. Kedd délután megkoszorúzták a Lánc utcai emlékművet is. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának 1972-es határozata alapján augusztus 2-a a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort. Közel 3000 férfit, nőt és gyermeket pusztítottak el a gázkamrákban. A háztartás vegyipari termékek címkéjén feltüntetett összetevők valóságtartalmát vizsgálta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzés során 30 féle termékből történt mintavétel, melyből 4 termék esetén merült fel kifogás. A laboratóriumi mérések során azt vizsgálták, hogy a feltüntetett anyagokból ténylegesen annyi van-e a termékben, mint ami a címkén szerepel. A kifogásolt termékekben a sav, a felület aktív anyag és a nátriumhidroxid tartalmat tüntették fel helytelenül. Kitelepül a Duna-Dráva Nemzeti Park az Ördögkatlan Fesztiválra idén is. Szerdától várják az érdeklődőket Nagyharsányban. A szoborparkban ütnek tanyát, mivel ez a terület a Nemzeti Park gondozása alatt áll. Itt a művészet és a természetvédelem találkozik majd, ahol kicsik és nagyok ismerkedhetnek meg az alkotásokkal, valamint a környék állataival, természeti értékeivel. Természetvédelem és művészet, így lehet röviden összefoglalni a Nagyharsányi Szoborpark programjait, ugyanis a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatósága is részt vesz szerdától az Ördögkatlan Fesztiválon. A vadonlás az ország egyik legnagyobb önkéntes természetvédelmi kezdeményezése fog megjelenni itt a Szoborparkban, és meg lehet ismerni különböző védett vagy nem védett, de érdekes és értékes fajokat, a területnek a Natura 2000 értékeit. De a szoborpark alkotásaival is megismerkedhetnek a látogatók. A szobrok között egyrészt művészettörténész vagy szobrászművész vezetésével lesznek séták, és akkor itt minden látogató megismerheti a szoborpark létrejöttének körülményeit, a szobroknak a szimbolikáját, üzenetét, művészeti értékeit. Valamint kitérünk a pécsi műhelyre, amely művészeti csoportosulás pont akkor volt a legaktívabb, amikor a Nagyharsányi Szoborparknak az alkotóteletei is működtek. A Duna-Dráva Nemzeti Park gondozásában van jelenleg a szoborpark, ezért települnek ki ide. Komlós Attila azt mondja, minden korosztályra gondoltak, mikor a programokat összeállították. Így a kisgyermekektől kezdve a felnőtteken át, az idősebbekig mindenki talál magának érdekességet a helyszínen. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Új az atomenergia hazai felhasználásával komplexen foglalkozó látogatóközpontot építenének Pakson annak kapcsán, hogy 2 blokkkal bővül az atomerőmű a tervek szerint 2025-ben, illetve 2026-ban.
Mitler István, az MVM Paks 2 atomerőmű fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója azt mondta, keresik a létesítményhez a megfelelő helyszínt. A lakosság széleskörű informálása érdekében a Paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központja őszre már egy kapacitás fenntartással foglalkozó tematikus résszel bővül. Évente több mint 30 ezer látogatót fogad a Paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központja, így a társadalom tájékoztatásának, szemléletformálásának egyik fontos eszköze. Éppen ezért született meg a terv arról, hogy a jövőben a kiállítás egy része az atomerőmű kapacitás fenntartásával foglalkozik majd. Az atomerőmű kommunikációjával ugye nagyon jó a kapcsolatunk, és gyakorlatilag az atomerőmű a kiállító térnek a végén kialakít a Paks 2-vel kapcsolatos információs sarkot, információs panelt. Reményeink szerint ez az ősz folyamán el fog készülni, tehát mire ismét a középiskolák és az egyetemisták nagy számban felkeresik a látogatóközpontot, akkor már itt pontos és aktuális információkhoz jutatnak a Paks 2-vel kapcsolatosan. Tervezik egy új komplex látogatóközpont megépítését is, ahol a már működő atomerőmű, Paks 2, illetve a hulladékkezelés témakörét mutatják be. A jövőbeni komplexumhoz lehetséges helyszínként szóba jött az atomerőmű környezete, de felvetődött az is, hogy az új létesítmény a városban, sőt annak központi részén épüljön meg. Ezzel kapcsolatban a két atomerőműves társaság a városvezetéssel is felvette a kapcsolatot. Mitler István a régió tájékoztatásának fontosságáról is beszélt. Mind a Paks 1-nek, mind pedig a Paks 2-nek a kommunikációjának az egyik legfontosabb pillére a régiónak a pontos, hiteles és minél gyorsabb tájékoztatása. A Paks 2-nek is, Paks 2 is gyakorlatilag ezt folytatja. Igyekszünk, hogyha a Paks 2-vel kapcsolatosan egy új hír jelenik meg, egy új téma van, akkor először a regionális sajtót tájékoztassuk. Ez most van, így van most is, és így lesz ez a közeljövőben, és ezt meg tudom ígérni. A kommunikációs igazgató azt mondta, a látogatóközpont új kiállítási részét már ősztől láthatják az érdeklődők. Az új központ megépítése természetesen hosszabb időt vesz igénybe, de megnyitását a nem túl távoli jövőben tervezik. Beindult a kaposvári albérletpiac, a ponthatárok kihirdetése óta folyamatosan égnek a vonalak a megyeszékhely ingatlan ügynökségeinél. A diákok egy része kisebb lakást keres egyfőre, akiknek pénztárcája nem engedi meg ezt, azok több szobás lakásba költözve osztoznak a költségeken. Már július elején is sokan érdeklődtek kiadó lakások iránt Kaposváron, mondják az ingatlan szakemberek. Azonban amióta nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok, a piac még jobban fellendült. Amióta megjelentek a ponthatárok, azóta mondjuk 10 telefonból 5-6 érdeklődő az biztos, hogy azért keresi kiadó ingatlant, mert a gyermekét felvették itt közeli főiskolára, egyetemre, és ide fog jönni tanulni, és szállást keresnek neki. A leendő gúlyák általában másfél-két szobás lakásokat keresnek, meséli tapasztalatait Boldizsár Balázs. Lehetőleg ezek a lakások legyenek berendezve, hogy minél kevesebb berendezést, cuccot kelljen a gyerekek után hozni a lakásokban. Amúgy az ország egész területéről van érdeklődünk. Székesfehérvárról, a fővárosból vagy éppen Pécsről is érdeklődtek már albérlet iránt, tette hozzá Boldizsár Balázs. Cirkofűtés van, itt van bent a fürdőben a kazán, úgyhogy radiátorokkal megy, kicserélték már egy irányzárót, tennivalóit nem sok van, ezt már csak lakni kell, megélvezni bent a életet. Ez a lakás éppen olyan, amelyet előszeretettel választanak az egyetem előtt álló fiatalok. Az albérleti díj havi 75 ezer forint plusz rezsi. Kaposváron egyébként havi 50 és 80 ezer forint közötti összegért lehet ingatlant bérelni. Hasonló adatokkal rendelkezik az ország egyik legnagyobb ingatlan portálja is. Kaposváron az ingatlan.com adatai alapján kedvező helyzetben vannak az albérletet keresők, mert tavaly óta nem nőttek számottevően a kiadó lakások bérleti díjai. A havi átlagos bérleti díj 55 ezer forint havonta, ez mintegy 4%-kal kisebb, mint tavaly ilyenkor. Bár ezek az árak elsőre alacsonynak tűnhetnek, az elemzéskor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a szülők mennyire tudnak a pénztárcájukba nyúlni, ha a gyermek szállásáról van szó. Nyilván azt is érdemes figyelembe venni, hogy mekkora a fizetőképes kereslet ezek iránt, az albérletek iránt, ehhez viszonyítva pedig lehet, hogy ez egy magas árszintet jelent.
Az ország más területeihez képest Kaposváron még találhatóak kiadó lakások. A nagyobb városokban jellemző az is, hogy a szülők megvásárolnak egy lakást ahelyett, hogy havonta fizetnék a bérleti díjat. Ám Kaposváron inkább az egyetemi évekre bérbe veszik az ingatlanokat. Bár Tolna megyében egyre kevesebb kerékpárt lopnak el, országosan 10 000-re tehető az eltűnt biciklik száma. Itt fél év alatt mindössze 22-t vittek el a tolvajok. Ennek ellenére a Tolna megyei rendőrfőkapitányság csatlakozott a Bike Safe kerékpár regisztrációs programhoz. Helymeghatározó rendszerre ellátott csali kerékpárokat helyeztek ki Pécset 2 évvel ezelőtt nyáron. Így akarták lebuktatni a tolvajokat és az orgazdákat. Ez is egy módszer. És a gravírozás a bicikli alvásszámának adatbázisban való rögzítése egy másik. Utóbbi az azonosításban nagy segítség. Erre ad megoldást a nemrég létrehozott országos kerékpáros adatbázis a Bike Safe, amelyhez a Tolna megyei rendőrfőkapitányság is csatlakozott. Miként a rendőröktől megtudtuk, egy 10 perces regisztrációt követően a kerékpárok bekerülnek a központi adatbázisba, ekkor a gazda egy kis igazolványt kap, a kerékpár pedig egy vonalkódos matricát. A rendőrök fotókat készítenek a kerékpárról. Azt gondolom, hogy mindenféleképp segít, hiszen olyan adatokat rögzítünk, ami alapján ebben a rendszerben lehetőség van arra, hogy akár a személy adatai alapján, akár a kerékpár rögzített adatai alapján utánkövessük a kerékpárt, sőt, ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a már ellopott kerékpárt lopott kerékpárként jeleníti meg a rendszer. Orsos Zoltán elmondta, a Tolna megyei rendőrök korábban is regisztrálták a kerékpárokat. Egyedi azonosítót gravíroztak a kerékpárakba. Tolna megyében összesen több száz kerékpárt regisztráltak már így. Szerencsére fél év alatt mindössze 22 biciklit loptak el megyénkben. Összefogtak a motorosok egy izomsorvadásban szenvedő kislányért. A 10 éves narcisz bakancs listáján a motorozás is szerepel. Ezt teljesítették most neki a Sopron környéki és a Somogyi Széles út Egyesület tagjai a Desedatónál. A nagybajomi kislány születése óta beteg, az izomsorvadás következtében nem tud olyan életet élni, mint kortársai. Sok játékból, kalandból, éppen ezért ki is marad, mesélte édesanyja. Mivel neki genetikai eredetű izomsorvadása van, ezért ő neki teljesen visszafelé fejlődik az izomzata. Ezért igazából attól kezdve, hogy ő se nem ül, nem forog, nem csinál semmit önállóan egyedül, ezért minden, ami egy normális átlaggyereknek, a testvéreinek normális vagy annak tűnik, ő neki semmi, neki minden sokkal nehezebb. A 10 éves kislány egy kívánságlistát is összeállított, ebből már számos dolog megvalósult, a motorozás azonban eddig még nem teljesült. Nekem furcsa, nem biztos, hogy én ülök föl vele. Lehet, hogy megkérjük a Jó a motoron? Igen. Szerinted nagy élmény lesz ez a motorozás most? Narcisért összefogott a motoros társadalom. Ajándékokat, játékokat gyűjtöttek a kislánynak és családjának. A kezdeményezés ötlete a papi néven ismert motorostól származik. Nagyon megérintett. Két unokám van, hál' Isten egészségesek, harmadikat az idén várom. És nagyon szomorú a kislány sors, és anyagi nehézségek is vannak. Egy barátnőmtől értesültem erről a dologról, és akkor kezdtem el szervezgetni ezeket a dolgokat, és a helyeket is bevontam, mivel sokan környékén lakom, és sokan nehéz. A kezdeményezéshez örömmel csatlakoztak, és segítettek a szervezésben a somogyi motorosok is, akiktől nem áll távol a jótékonykodás. Több olyan rendezvényünk volt, amikor jótékonykodtunk, javarészt a gyerekekkel. Ebben az évben is volt már gyűjtésünk, jótékony célú szezonnyitó motorozást szerveztünk, színházjegyeket adományoztunk a gyerekeknek, gyerektáborba jártunk motoroztatni a gyerekeket, programokat adtunk nekik. A motorozással Narcisz egy újabb kívánságát teljesítették. A kislány nagy álma, hogy egyszer a tengert is láthassa. Abban reménykedik, hogy ez a vágya is valóra válik majd. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Felrázta a kulturális turizmust, egy éve ért véget az Európa Kántát Pécsett. Átteleltek a kullancsok az enyhe tél miatt, már játszótereken is támad az élősködő rovar. Ivókútból juthatunk friss vízhez, újabb fejlesztés az állatkertben. Koszorúzás és kiállítás, augusztus 2-a a cigány holokauszt emléknapja.
Szerdán is folytatódik a változóan felhős napos idő, viszont csak elszórtan fordulhat elő jelentéktelen csapadék. A Dunántúl északi felén kezdetben megélénkülhet az északnyugati szél. A frissebb hajnalt követően 26-31 fokot mérhetünk délután. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!